közös légi hadgyakorlatot tartott Dél-Korea és az Egyesült Államok csütörtökön a Sárga-tenger felett. A gyakorlaton a lopakodó vadászgépek és hadászati bombázók vettek részt. A dél-koreai védelmi miniszter szerint a gyakorlat megmutatta, hogy Washington el akarja rettenteni Észak-Koreát az atomfenyegetésektől. Ez azt jelenti, hogy az amerikai hadsereg kézbe vetni teljes eszköztárát, hogy megvédje szövetségeseit. Észak-Korea szerint a közös hadgyakorlat tovább eszkalálta a félsziget helyzetét. Fenyen pedig nem érdekelt a párbeszédben, ameddig Washington ellenséges politikát folytat.